Az MSZP-n belül tudtak róla, hogy pártársuk Tóbiás József a Kanári-szigetekre költözött családjával, miközben elvileg a Magyar Országgyűlésben dolgozik. Erről ír a Magyar Nemzet szocialista forrásokra hivatkozva. Azt is elnézték például Tóbiás Józsefnek, hogy nem járt be a bizottsági ülésekre. Most viszont, hogy az ügyből botrány lett, felszólították, hogy a jövőben aktívabb munkát várnak tőle. Egy mai sajtótájékoztatón az ezzel kapcsolatos kérdéseket sajátos módon próbálta kikerülni a szocialista Korózs Lajos. Minden áldott nap átengedik a magyar határon a fekáliát. A Magyarországra szállított horvát és szlovén szennyvíziszappal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót szerdán az MSZP, míg Korózs Lajos az adatkérések eredményeiről, Újhelyi István arról beszélt, hogy az Európai Bizottsághoz fordul a szennyvíziszap ügyben. Mint az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának tagja fordultam kérdésekkel a bizottsághoz, mert tudni akarom, hogy az Európai Bizottságnak van-e információja ezekről a súlyos szállítmányokról. A szocialista politikusokat az újságírók a meghirdetett témán kívül másról is szerették volna kérdezni. A híradó például arról, elfogadható-e, hogy pártársuk Tóbiás József a Kanári-szigeteken él, miközben a Magyar Országgyűlésben dolgozik. A Magyar Nemzet írt arról, hogy noha ez jó ideje köztudott volt, az MSZP-ben mégiscsak most kifogásolják ezt. A lap szocialista forrásai úgy nyilatkoztak, hogy a jövőben aktívabb munkát várnak Tóbiás Józseftől. Az MSZP néhány napja közleményében pedig azt írta, Tóbiás Józsefnek a parlament őszi ülésszakáig egyértelművé kell tennie, hogy kitölti a képviselői mandátumát, vagy visszaadja azt. Van-e más kérdésük, hogy kérdezzük meg? Újhelyi István és Korózs Lajos azt mondták, tartják magukat a közleményben foglaltakhoz. Elnézést kérek, én látom. Tehát... meglehetősen gyakran. Hozzátették azt is, hogy szokták látni is Tóbiás Józsefet. Múlt héten a Blick írta meg, hogy a politikus tavaly ősszel Tenerifére költözhetett, miközben a szocialista frakcióban jelenleg is képviselő, ezért és a bizottsági munkájáért pedig havonta majdnem 1,5 millió forintos fizetést vesz fel. A szocialista politikus családja rendszeresen posztol az egzotikus üdülőhelyen készült képeket is az interneten. A mediterrán mindennapokat Tóbiás József gyermeke egészségügyi gondjaival magyarázta, és azt is nyilatkozta, hogy a gyermeknek a családját ért támadások miatt lett légúti betegsége, amit a Kanári-szigeteken kezelnek. Szerinte képviselői munkáját ingázással is el tudja látni, mivel 2 hetente repül Budapestre. No, van-e más kérdésük? A híradó megkérdezte azt is, hogy felvette valaki a kapcsolatot Tóbiás Józseffel, illetve hogy milyen kikötés van a frakcióban a hiányzásokkal kapcsolatban. Arra is kíváncsiak voltunk, nem tartják-e aggályosnak, hogy a parlamenti adatbázis szerint Tóbiás József alig több mint 1 év alatt 7-szer szólalt fel a parlamentben, a Törvényalkotási Bizottságban pedig 8-ból mindössze 1 üléssel jelent meg. De kisasszony, nem kívánok ezzel tovább foglalkozni. Korózs Lajos a Tóbiás ügy helyett újra belecsapott a másik témába. Nézzék, hirdettünk egy sajtótájékoztatót arról, hogy derékig ér a kaki pápán tapolcafőn. 830 000 ember reggel kakil. Tetszik tudni? Képbe hozzam önöket? 110 tonna kaki. Tovább tudom ecsetelni. 16 000 kamion kaki. A sajtótájékoztatón az végül nem derült ki, hogy Tóbiás József megtarthatja a mandátumát. Köszönjük szépen, sajtóosztályhoz. Én a saját munkámat nem tudnám Teneriféről ellátni. Ezt már a miniszterelnökséget vezető miniszter reagált a Tóbiás József Tenerifén való tartózkodásával kapcsolatban. Gulyás Gergely szerint elsősorban az MSZP frakciónak kell dönteni arról, náluk mi minősül igazolt hiányzásnak. Az ő frakciójában ugyanakkor, mint fogalmazott, elképzelhetetlen, hogy bárki is 1 hónapig hiányzást igazoljon.